Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Szöba csatornán. Egy előző videóm kapcsán, amiben megmutattam, hogy Xbox One-ról hogyan kell streamelni YouTube-ra, vagy videót fölvenni, gondolom többekben felmerült az a kérdés, hogy na jó, oké, most akkor vegyünk fel egy OBS-sel, vagy valamilyen felvő programmal a videót, de most akkor hogyan is csináljuk? Kommentben valaki ezt meg is kérdezte, és akkor ez volt a fő kiváltó, hogy akkor na, csináljunk egy ilyen videót. Végre jutottam odáig, hogy na, akkor sikerült, megcsinálom. És összeszedtem minden fontos dolgot, ami szerintem ehhez kell. Akkor nézzük is, először is Google, beírod OBS, itt van, megjön, kijön ez az oldal, Windowsra vagy amire kell, letöltöd, telepíted minden, meg vagyunk OBS, remélem ez megy. Először itt a jeleneteknél nincs semmi, meg itt ilyen sehol semmi. Legfontosabb dolog, hozzáadsz egy jelenetet. Ezzel a plusz jellel lehet hozzáadni bármit. Tehát most itt minden jelenet három, el lehet nevezni a játékoknak játékok nevét, meg amit éppen felveszel. Most én nem adok hozzá, mert akkor itt eltűnik minden. És akkor van egy jeleneted, és mindeniknek hozzá lehet adni ilyen forrásokat. Akkor hát mit is akarunk felvenni, vagy mit akarunk hallani, vagy ilyen cuccokat. Itt most például kijelzőt veszek föl, ezt is itt. Ezzel itt is a plusz gombbal lehet hozzáadni. Itt ha megnézitek, egész sok mindent lehet, szöveg, minden hülyeség. Na, de kijelzőt kell hozzáadni, oké, ezt is el lehet nevezni, de most tök mindegy, jó az így. És akkor itt láthatjátok, hogy ki lehet választani, jó, csak egy kijelző van, tehát csak ezt tudom kiválasztani. Meg a kurzort is be lehet pipálni, vagy vissza, hogy ne legyen. Én általában nem szoktam, mert zavar, de ilyenkor mondjuk fontos, ilyenkor meg jó. Jó, akkor ezzel ugyan itt is a mínusz jele lehet törölni, ezt most kitöröljük innen szépen. És akkor ezt megcsináltuk, tehát hozzáadtunk egy jelenetet, meg az egy forrást. Itt látszik, hogy mikrofon az alapból megy, tehát az bedugsz egy headsetet, vagy bármit, az itt veszi. Asztalnak a hangját is simán itt veszi. És akkor ezzel meg is vagy. Szinte már csinálsz is egy videót, felvétel indítása. Most jelenleg a leállítás van, mert éppen ezzel veszem. Úgy itt lehet elindítani és leállítani is. Ilyen egyszerű az egész, de akkor nézzünk egy kicsit profi módszereket is, vagy hát egy kis pluszokat is, akkor beállítások. Itt van egy ilyen alap cucc, itt igazából nem sok mindent kell állítani, nyelven magyarra érdemes beállítani. Témában vannak ilyen dolgok, ilyen, van ez a default, de ez kivakítja a szemet, ez nem olyan jó, meg van még, még ez nem is rossz, van ilyen is, meg valami nem tudom micsoda, nem sikerül kiválasztani. Tehát vannak ilyen cuccok, mindegy, most maradjunk a Dartnál. Akkor van a stream, arról mindjárt beszélek. Először nézzük meg a rögzítést. Ugye itt fönt először egyszerűre van beállítva a kimeneti mód, de érdemes haladóra beállítani, mert sokkal több mindent lehet állítani. Akkor itt ami fontos, hogy a felvétel formátum az alapból FLV-n van. Azzal is simán lehet, mert utána lehet remuxolni a felvételt, az egy másodperc alatt MP4-be átrakja neked. De most minek csináld ezt, hogyha MP4-re is be tud állítani. Oké, hogy akkor, ha mit tudom én, áramkimaradás, akkor elveszik a MP4-det, de most mindegy, ha már áramkimaradás van, akkor azt a videót már úgyse fogod fölrakni szerintem, tehát MP4-be simán beállíthatod. Akkor kimenet, hát át is lehet méretezni, de alapból is ez van beállítva, tehát 1080p az tök jó. Akkor itt van a beállítás, ezeket a beállításokat használom. Ezeket érdemes beállítani, szerintem ez a jól működik. Igazából nem mindent tudok, hogy miért van, de ez én is keresgéltem interneten, hogy mit érdemes, meg hogy. Ez lett nekem a beállítás, amivel egész jól működik minden. Akkor ide még mindjárt visszajönünk a streamelésre, de először még azt csak a felvetést akarom bemutatni. Itt van még a videó. Hát érdemes 1080p-re beállítani mindent, mert hát minél jobb legyen a minőségünk. Akkor ez a leskálázás szűrő erre érdemes. Ez nem én találtam ki, ezt internetről szedtem, ez köszönöm annak, akit kaptam. És akkor FPS is N-re érdemes. Akkor következő gyors billentyűk. Itt van nagyon sok gyors billentyűt betáltam, ami nagyon hasznos tud lenni. Például felvétel indításra és leállításra is be lehet állítani gombokat, ahová én is beállítottam, ami azért jó, mert akkor nem kell itt elindítani, tehát itt elindított egy felvétel indítás, akkor benne lesz ez is a videóban. És akkor ki kell azt vágni, vagy nem tudom, itt szórakozni kell vele, tehát ez nem olyan jó. Ezért sokkal érdemesebb beállítani egy ilyen billentyű kombinációt.
ami mondjuk, tehát ne mondjuk egy óbetű legyen, mert akkor azt alapból is megnyomod, és akkor elindult az órás felvételed, akkor veszi a minden hülyeséget, amit nem kéne. Tehát egy olyan billentyű kombinációt érdemes váltani, amit soha az életben meg nem nyomsz, csak ilyenkor. És ugyanez igaz a streamre is, oda főleg olyat állítsd be, amit nem nyomsz meg. Tehát mondjuk még azt, még véletlenül sem, mondjuk még azt is mondhatnám, hogy most beálltam, mit tudom én, legyen a page up, de azt is véletlenül megnyomhatod, és akkor is elindulhat, és tehát az se jó. Ezért érdemes szerintem ilyen két gombot, ami biztos, hogy nem. Jó, oké, tehát akkor stream. Legfontosabb dolog, stream. Itt ki van választva, oké, szolgáltatás, illetve az Twitch, YouTube, meg minden hülyeséget, de most YouTube. És akkor van itt egy olyan, hogy ez a primary YouTube, van backup, de primary. Van itt egy olyan, hogy stream kulcs. Ezt bemész a YouTube-ba, alkotói stúdió, mindjárt betölt, most nem tudom miért ilyen lassú, mindegy, és akkor kiválasztod élő közvetítés, itt. Ja, igaz, én még a régi alkotói stúdiót használom, de nekem ez jobban tetszik, van az új, de ott is valahol biztos van élő közvetítés, és akkor itt lejössz ide, hogy stream neve kódja, vagy kulcsa, megjeleníted, de most én nem fogom megjeleníteni, mert akkor, hogyha ezt tudja valaki, akkor bárki tud ide streamelni, tehát ezt nektek is mondom, hogy ezt nem mutassátok meg másnak. Megjeleníted, kimásolod, fogod, és ide beilleszted, kész. Alkalmaz, elmented, oké, jó, minden, meg is vagy, ennyi. Még akkor itt elmondom, hogy streamelésnél ott is ezek a beállítások vannak nekem. A bitsebességre kell figyelni, az nekem 6000-en van, az kicsit magas. Nekem így is jól megy, mert a net az hasít, mint az állat. És ezt olyan 5000-4000 körül érdemes kezdeni, vagy szerintem alapból lehet, hogy 2500-re állítja, ha jól emlékszem. Amúgy azzal is jó, csak így lesz. Tehát az a 6000-rel nekem nem nagyon jól felveszi, nem akadozik még. Már volt, hogy olyan hibát elkövettem, hogy ó, hát fölrakom, azt biztos bírja. Hiszen olyan rossz volt a stream, hogy akadozott össze-vissza, meg lemaradt, meg tehát annak semmi értelme nem volt. Tehát szerintem először ezzel érdemes kicsit kísérletezni, de tehát a 6000 az olyan, az már egész magas, 5000-re beálltod, tök jó szerintem. Jó, akkor itt beállításokkal meg is vagyunk. Jó, beállítottuk, itt is ugyanígy itt is van ilyen streamindítása gomb, de hát ahogy mondtam, szerintem sokkal érdemesebb beállítani egy billentyűzet kombinációt. Akkor streamel, ha már streamelünk, van egy olyan alkalmazás, hogy Streamlabs. OBS, tehát ez is ugyanaz. Ahogy látjátok, kb. Ugyanúgy néz ki, csak kicsit ilyen érdekesebb, ilyen másabb. Ezt is ugyanígy netről le lehet tölteni, simán, download, kész, letöltött minden, itt vagyunk. És akkor itt vannak, tehát ez is ugyanazt tudja, tök minden, ez át is konvertálta nekem az OBS-ből, tehát itt minden ugyanígy itt van. Ahogy megnézitek, beállítás is kb. Tök ugyanaz, tehát mit tudom én, remélem, stream, tehát itt is ugyanazok vannak, csak kicsit ilyen másképpen. Ez még annyival tud többet, hogy itt lehet ilyen widgeteket belerakni, például ilyen subscriber, valaki feliratkozott, sponsor, támogatás, vagy jó lenne, ennyi donétálnak, mit tudom én, valami szuperchatet is, tehát itt lehet ilyen cuccokat váltani, ha valaki feliratkozik, akkor ez megjelenik, tök jó. Meg van ilyen chatbox, amit látjátok, hogy most itt van, és akkor itt megy a chat, tehát ilyen tök jó dolgokat be lehet még ide pluszba állítani, meg valami alert, ja, ez. Tehát ilyen tök jó dolgokat be lehet ide állítgatni, és ezzel kicsit olyan jobbá tudod tenni a streamet, még itt mindjárt hol is, itt is így lehet hozzáadni a plusz gombbal, és akkor itt vannak ilyen nézőszámláló, meg ilyen mit tudom én, mindenféle feliratkozói cél, tehát ilyen mindenféle cuccokat, szerencsére, nem is tudom micsoda, tehát ilyen nagyon sok mindent be lehet ide állítani, és tehát ez is tök ugyanúgy kell használni, csak ezzel ez ilyen streamre van, nem tudom, optimalizálva, nem tudom, minket is lehet csinálni. Na jó, most nem csinálunk élőadást. Jó, tehát ez volt a Streamlabs OBS, OBS-re is tök ugyanúgy lehet csinálni, csak Streamlabs az hozzá tud adni ilyen cuccokat, csak azzal kicsit jobbá lehet tenni. Először érdemes szerintem csak OBS-sel, tehát nem kell túlbonyolítani, nem kell azonnal ilyen nagyon profi mindent csinálni. OBS-sel is simán meg lehet csinálni mindent. Tehát itt, ahogy mondtam, itt jelentek, és nagyon sok mindent hozzá lehet adni, még olyat is, hogy ilyen, én is csináltam ilyen streamet, és akkor, ez most nem, így, tehát itt,
Itt van ilyen visszaszámláló óra is, azt majd talán a következő videóban bemutatom, hogy hogy kell, hogy lehet olyat csinálni, meg ilyen. Tehát, hogy amikor elkezd, még nem beszél streambe, csak így beraksz egy ilyen képet, és akkor jaj, de jó, és akkor így szépen megy. Na, hát szerintem ennyi elmondtam mindent, remélem. Ha valakinek még van valamilyen kérdés, akkor nyugodtan írja meg kommentbe. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Sziasztok!